2015-ös év eddig eltelt mindegy két hete lényeges változásokat hozott a nemzetközi piacokon, ugyanis azok a tényezők, amelyek a utóbbi néhány hétnek az áralakulását meghatározták, azok túlnyomó részt nyugvópontra jutottak, és ismételten kiderült a régi mondás, nem eszik olyan forrónak ását. A világ termelésére vonatkozóan az amerikai mezőgazdasági minisztérium, az USDA kihozta a legfrissebb becslését a 2015. január 12-én. A mellékelt ábrán látható, hogy a búza és a kukorica jegyzés Európában is és a világon is jelentősen megugrott 2014. december közepe tájékán. És ennek a megugrásnak az oka elsősorban az volt, hogy az oroszországi szabályozás keretében olyan új adminisztrációs intézkedéseket vezettek be, amelyekkel fékezni kívánja az orosz állam a búza exportját. Ez az intézkedés sorozat az első két-három napban okozott komoly problémát, ugyanis nem volt világos és nem látszott előre az, hogy ennek milyen hatása lesz, főleg az egyiptomi búzavásárlásokra. December végén, karácsony környékén és a két ünnep közötti búzavételi tenderek folyamán vagy során azonban kiderült, hogy valóban egy jelentős áremelkedés okoz ez az intézkedés, ugyanis a korábbi ajánlatok közül kikerültek az orosz ajánlatok Egyiptom részére, és Egyiptom a korábbi fő fekete-tengeri kikötői származású árukkal szemben a francia és az észak-amerikai ajánlatok felé fordult. Ennek a tendereknek az eredményeként Egyiptom két hét alatt mintegy 300 ezer tonna búzát vásárolt, jó részt európai származásból, és az árakra is egy 10-12 eurós emelkedés volt jellemző. A nyugvópont az végül is január első felében, első napjaiban következett be, amikor az első információk kiderültek arról, hogy az orosz exportkorlátozásnak érdemi hatása azért sem lehet a piacokra, mert az ottani belső adatok alapján a rendelkezésre álló exportárólapok mintegy 80%-a már kivitelre került, és ennek eredményeképpen, illetve ennek következtében a nemzetközi kereskedelemből kieső mennyiség az csak mintegy 2-3 millió tonna. Ez a 2-3 millió tonna a globális kereskedelmének 160 millió tonnás mennyiségéhez képest már nem akkora mennyiség és nem olyan számottevő mennyiség, ami befolyásolni tudta volna tovább az árakat, és ennek eredményeképpen január első felében a búza áránál egy csökkenés lett megfigyelhető. Ez a fizikai üzleteknél is visszaköszönt. A francia búza értékesítések árában a korábbi 10-12 eurós áremelkedést egy 3-4 eurós árcsökkenés követte, és a francia származású áron kívül ismételten megjelentek egyéb származású áruk, úgy a Fekete-tenger térségéből, és itt elsősorban romániai ajánlatokra kellett gondolnunk. A búza mellett a másik fő termék, ahol az USDA-tól egy jelentős előrejelzés, módosítást, illetve új számot várt a piac, az a kukorica volt. A kukoricánál be is következett az, amit a piac rebesgetett, ugyanis az amerikai belső össztermés mennyiségét a 2014-15-ös szezonra mindegy 3 millió tonnával csökkentette az USDA, és gyakorlatilag ezzel elértük azt, hogy a világ össztermelése az előző évhez képest várhatóan a kukoricából nem fog növekedni. A konkrét számokat tekintve ez azt jelenti, hogy a világ mindegy 990 millió tonnás terméséből 360 millió tonnával részesedő Egyesült Államok termése közel 1,5%-kal kisebb lett az előző hónapban jelzettektől. A világ összes termésének 990 millió tonnás mennyiségével szemben mintegy 970 millió tonna a kukorica felhasználása, és ez a mintegy 20 millió tonnás többlet, ez továbbra is egy biztonságos és hosszabb távon is ható készletfelhalmozást tesz lehetővé. Az árakat illetően az európai piaci árak kevésbé követték le az amerikai árcsökkenést. Itt azért voltak olyan tényezők még, amelyek alapján a párizsi tőzsdei jegyzések, a Matifon tapasztalható jegyzések a kukoricánál továbbra is egy inkább oldalazó ármozgást követtek, ugyanakkor
január első napjaiban, az elmúlt néhány napban különösen az áraknak az esése felgyorsult. A kukorica árának egy rendkívül fontos befolyásoló tényezője, hogy a szezonvégi, illetve évvégi zárókészletek a felhasználás arányában hogy alakulnak. Látható, hogy az elmúlt 5 évben folyamatosan javult a helyzet, különösen az elmúlt 3 szezonban, mind a búzánál, mind a kukoricánál a szezonvégi zárókészletek aránya egyre növekedett, és egyre stabilabbá vált a kínálat kiszolgálása. Nettó importőr Európa kukoricából, és ez a nettó importőri státusz, ez valahol Európán kívüli, jellemzően Ukrajnából vagy Oroszországból, de az utóbbi években elsősorban Ukrajnából történő importtal tudja kielégíteni az Unió. Ennek eredményeként a ukrajnai politikai, gazdasági konfliktusnak a kihatásai már nem csak a mostani szezonra hathatnak ki, hanem a következő évre is. Így a Strategic Grains legfrissebb előrejelzése szerint a kereslet-kínálati helyzet Európában a 2015-16-os szezonban akár még rosszabbodhat is. Ennek eredményeként a jelenlegi kukoricárakhoz képest az új termésű kukoricára mintegy 15-20 euróval magasabb. Ha megnézzük az elmúlt egy év áralakulását, akkor a párizsi tőzsdén megfigyelhető volt, hogy a búza és a kukorica ára tendenciájában együtt mozgott. Igaz ez még akkor is, hogyha a búza és a kukorica ára egymástól nem teljesen párhuzamosan alakult. Egy évvel ezelőtt a búza ára alacsonyabb volt, mint a kukoricáé. Ez jól tükrözi azt a várakozást, hogy a búza ára, a búza kínálata az jobb lesz, mint a kukoricáé. Ez a szezon folyamán a tavaszi időszakot követően egészen szeptember közepe, szeptember végéig így maradt. Még akár el is tűnhetett ez a különbség, és a kukorica és a búzára a párizsi tőzsdén praktikusan együtt mozgott. Az elmúlt hetekben folyamatosan piacbefolyásoló tényezőt jelentő ukrán és orosz helyzet, illetve az európai belső piacok alakulása azt eredményezte, hogy a búzára a matifon is lényegesen jobban emelkedett, mint a kukoricáé. A kukoricára egy évvel ezelőtti kb. 175 eurós árszintekről a legutóbbi árakat tekintve 160 euró környékére csökkent csak, tehát körülbelül mint egy 10-15%-os változás következett be. Addig a búza ára az egy évvel ezelőtti 185 eurós árszintről mára 195, sőt néhány nappal ezelőtt még 200 euró meg a fölötti árszinteken volt jellemző. Időközben bekövetkezett egy 30-40 eurós ármozgás is, ez is tény, és azt sem lehet letagadni, és azt is figyelembe kell venni, hogy ez az ármozgás, ez akár most egy konszolidációs ármozgásnak is tekinthető.